Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, sok szeretettel köszöntöm Önöket, jó ismét együtt lenni. Köszönöm Radics Giginek, hogy velünk van. Sok szeretettel köszöntöm a kongresszusunk küldötteit, szeretettel köszöntöm meghívott vendégeinket, a külhonról érkezőket. Köszöntöm a diaszpóra, az európai és a tengeren túli képviselőket, akik itt vannak velünk, és nagy megtiszteltetés, hogy külön öröm mindkettőjünk számára, hogy név szerint először köszöntetem Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort és pártunk elnökét. Köszöntöm a kormány megjelent tagjait is. Az a megtiszteltetésért, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy a mai nap egyik házigazdája lehetek, és külön öröm számomra, hogy ebben a feladatban társa lehetek Varga Judit miniszterasszonynak. Kedves Judit! Köszönöm szépen! Köszönöm, hogy itt állhatok most mellette. Én köszönöm. Tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt kongresszus, kedves barátaim! Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy Szita Károly polgármester úr mellett én lehetek a mai kongresszus másik házigazdája, és nagyon nagy szeretettel. És nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Európa legerősebb pártjának a kongresszusán. Jó érzés itt lenni, jó érzés együtt lenni önökkel, jó érzés egy olyan közösséghez tartozni, amelyhez fogható nincsen az egész kontinensen. Ma nagyon fontos döntéseket fogunk meghozni, olyanokat, amelyek nem csupán a saját nemzetünkre, de egész Európa politikai karakterére is hatással lesznek majd. Hiszen a Fidesz ma már egy megkerülhetetlen nemzetközi tényező, vezetői olyan emberek, akiknek a szavára az egész világon figyelnek, hiszen mások lelkiismeretének a hangján szólalnak meg. Ezért nagyon jó munkát kívánok mindannyiunknak a mai napra, és remélem, hogy a szünetben lesz idő közös fotók készítésére is. Most pedig tisztelt hölgyeim és uraim, a mai kongresszus első felszólalója Magyarország miniszterelnökének a helyettese. Egy olyan ember, aki figyeli, érti és segíti a Jóisten munkáját, és ez a mai keresztény ellenes világban nem egyszerű feladat. Következzen egy olyan ember, akit azért is nagyon kedvelek, mert hihetetlen a memóriája, és mindenről mindig eszébe jut egy jó történet, amiben minimum a pápa is szerepel. Fogadják nagy tisztelettel Semjén Zsoltot. Várjál. Igen, tisztelt elnök úr, kedves Viktor, tisztelt kongresszus, szeretett barátaim, a kereszténydemokrata néppárt és a Fidesz szövetségesei nevében szeretettel köszöntelek benneteket. Ezekben az őszi napokban, 79 évvel ezelőtt, Varga László Laci bátyánk lakásán alakult meg a kereszténydemokrata néppárt. 44-ben ellenemondva a náci ideológiának és diktatúrának és a német birodalmi megszállásnak. Majd 45 után ellenemondva a kommunista ideológiának és a szovjet megszállásnak. 1947-ben Barankovics István vezetésével a kereszténydemokrata néppárt megnyerte a parlamenti választásokat, amit a kommunisták a kék cédulás csalással elcsaltak. Ezután a párt vezetői vagy emigrációba, vagy börtönbe mentek, de egyikük se lett kollaboráns. 1956-ban újjászervezték a pártot Bíbó István támogatására, a forradalom támogatására, és végül 1990-ben lettünk Antal József kormányában rendszerváltoztató kormánypárt. És azóta Orbán Viktor minden korábbi, jelenlegi és jövőbeli kormányának tagja az ország építésében.
De a kereszténydemokrata néppárt nem csak az egyetlen történelmi párt a magyar politikai palettán, hanem az egyetlen világnézeti párt. Nézzétek, minden keresztény pártnak az a nagy kérdése, hogyha minden tekintetben hűségesek vagyunk a keresztény történelmi egyházak társadalmi tanításához, ez sokszor nem találkozik a közízléssel, ami annak a kockázatával jár, hogy elveszítjük azt a lehetőséget, hogy az országot formáljuk, irányítsuk. A másik lehetőség az, hogy engedünk a mainstreamnek, egyre több és több kérdésben adjuk fel az autentikus keresztény álláspontot, így esetleg ideig óráig meg lehet szavazatot tartani, de a kérdés mégiscsak az, hogy akkor mitől vagyunk keresztény párt. Ráadásnak, az önfeladásnak a következménye, mindezt látjuk ma Nyugat-Európában, a szellemi térvesztés mellett a szavazatvesztés is. A mi válaszunk erre itt Magyarországon a KDNP és a Fidesznek a szövetsége, ahol a KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy hatalmas gyűjtőpárt, egy keresztény ihletettségű nagy néppárt, és ennek a kettőnek, ennek a két pártnak a szövetségese, kiegészülve a társadalom szinte minden szegmensével, ez ma a magyar történelem és az Európai Unió legsikeresebb politikai formációja. Legsikeresebb politikai konstrukciója 2008 óta folyamatosan az abszolút többségnél vagyunk. És politikai csodaként negyedszer nyertük meg kétharmaddal a parlamenti választásokat. De ez nem csak a politikai konstrukcióból következik, hanem az emberi minőségből is. A mi szövetségesünk kipróbált bajtársi hűség. És itt bár kegyetlenségnek tűnik, de vessünk egy pillantást az ellenzékre. A Gyurcsány Ferenc vezette ellenzék összeállására. Stílszerűen elég rájuk egy vicc. De ez körülbelül úgy vannak, mint amikor a grűn nősül. És mondják neki, hogy te grűn, és milyen a mennyasszony? Hát azt mondja, ízlés dolga, nekem speciál nem tetszik. De a helyzet az, hogy a mi önértelmezésünk az, hogy a magyar történelem folyamának, a magyar küldetésnek a részesei vagyunk itt és most. És ennek a küldetésnek a fundamentuma Szent István. Az a Szent István, aki a keresztény civilizációt választotta, és úgy lett a keresztény Európa része, hogy eközben nem lettünk sem a bizánci birodalom, sem a német-római császárság hűbérese. Pontosan ugyanez a feladatunk ma is. A keresztény civilizáció és a nemzeti szuverenitás védelme. Jelentem a kongresszusnak, hogy készen állunk arra, hogy folytassuk Szent István országépítő nagyművét. Adjon ehhez Isten erőt és bölcsességet. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt kongresszus, 1990-ben Magyarország sok települése Erdélyben keresett és talált is magának testvérvárost. Így volt ezzel az én városom is, Kaposvár, és én ott találkoztam először vele, és nagyon örülök, hogy újból itt van közöttünk. Nehéz hónapok vannak mögöttük, és nehéz év is lesz számukra, 2024-es és 4 választás is lesz Romániában. A kongresszusunkat Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke köszönti a külhoni határon túli magyarok nevében. Isten hozott elnök úr, köszönöm, hogy itt vagy közöttünk. Tisztelt elnök úr, kedves Viktor, elnök urak! Tisztelt küldöttek! Legutóbb 2 évvel ezelőtt álltam önök előtt a Fidesz kongresszusán. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Magyarország határain kívüli
magyar közösségek nevében én köszönhetem a Fidesz kongresszusi küldötteit. És közben van bennem egy mély szomorúság, hisz ma Pásztor Istvánnak kellene itt állnia. Engedjétek meg hát, hogy mindenek előtt a nemrég elhunyt Pásztor Istvánra emlékezzek két mondatban. Harcostársunk és barátunk volt, olyan volt, mint a bátyánk. Ő volt a kárpát-medencei magyarok egyik égtartó embere. Tudott valamit, amit csak az igazán nagy államférfiak tudnak. Tudta azt, hogy akkor vagy hű nemzedethez, akkor szolgálod azt közösségi vezetőként, ha a jövőjét biztonságba helyezted. Ha nem a pillanatnyi széljárás szerint cselekszel, hanem képes vagy felismerni a mások számára még felismerhetetlen alakzatokat, és közben haladni a cél felé rendíthetetlenül. Sütő András égtartó embereknek nevezte azokat, akik a szellem hatalmával őrzik, védik a kisebbségi létet. Ilyen égtartó ember volt Pásztor István, ilyen magyar emberek tartják az eget Felvidéken, Kárpátalján, a Vajdaságban, Erdélyben, hogy ránk ne omoljon, maga alá ne temessen. Kérem, emlékezzünk Pásztor Istvánra egy perc néma felállással. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszterelnök úr, miniszterelnök helyettes úr, elnök úr, elnök urak, miniszter urak, tisztelt kongresszusi küldöttek, kedves barátaim! Nekünk, kisebbségben élő magyaroknak megszokott léthelyzet a magyarázkodás. Amint kilépünk a közösségünkből, ahhoz, hogy pontosan értsenek és ne értsenek félre bennünket, a mondandónkat mindig meg kell magyaráznunk. Ezzel így vagyunk Bukarestben, így vagyunk Pozsonyban, így vagyunk Belgrádban, és így kell lennünk sajnos Brüsszelben is. Idegörlő műfaj ez, barátaim. Egyetlen helyen nincs szükség magyarázatra, amikor elmegyek otthonról, a szülőföldemről, az enyém közül. Itt, ebben a közösségben, ahol pontosan értjük egymást, nincs szükségünk lábjegyzetekre. Tegnap volt a magyar állandó értekezlet, régi szokásunk, hogy összegyűlünk évről évre magyar politikai vezetők a Kárpát-medencéből és a diaszporából, hogy megvitassuk közös dolgainkat. Ma pedig itt vagyunk, és ugyancsak közös dolgainkról beszélhetünk. Mert bármennyire is különböző élethelyzetekben vagyunk, változó kihívások között, Kárpátalján egyenesen egy háború kellős közepén, a nemzeti identitáson, a közös nyelven, a közös történelmen és kultúrán túl egyéb dolog is összeköt bennünket. Összeköt bennünket többek között az is, hogy a magyar nemzet jövője iránti mély elkötelezettség foglalkoztat és mozgat bennünket minden egyes percben. Nagy mértékben köszönhető mindez annak a bátor paradigmaváltásnak, ha szabad ezt mondanom, a nemzetpolitika kopernikuszi fordulatának, amelyet az Orbán Viktor vezette kormány az elmúlt évtizedben végrehajtott, és amelynek lényege az, hogy 100 év után nem Magyarország van egyik oldalon, és a határon túli magyar kisebbségek a másik oldalon, hanem magyarok vannak határon innen és túl, akiket megillet az állampolgárság és a kormányzati támogatás, megillet a közös felelősség. Hölgyeim és uraim, ma nem az a kérdés, hogy ki mit kap a másiktól, hanem az a helyes megközelítés, hogy mit tudunk adni egymásnak. Ma már túlzás nélkül mondhatjuk, hogy egymásra támaszkodva, egymásban megbízva, biztosabban és gyorsabban haladunk. Ma bátran és emelt fővel mondhatjuk, hogy az összes gond és baj ellenére erősebbek vagyunk, mint bármikor az elmúlt 100 esztendőben. Ma van okunk hinni abban, hogy a 21. század számunkra jobb lesz, mint amilyen a 20. század volt. Kedves barátaim, ma mindannyian nagy kihívások előtt állunk, választások előtt. Ebből talán nekünk Erdélyben jut a legtöbb, de választás lesz Szerbiában, Horvátországban, európai parlamenti választás lesz minden tagállamban, önkormányzati parlamenti és elnökválasztás Romániában. Otthon többen is meg szokták kérdezni tőlem, hogy mi a cél. Egyetlen opciónk van, szoktam mondani, ha röviden akarok válaszolni. Győznünk kell. Nektek is, nekünk is,
Ez az egyetlen jó megoldás. Tudom, hogy ez mindenkinek mást jelent. A Magyarország határain kívül élő magyar közösségek, az őket képviselő etnikai alapon politizáló szervezetek számára csak akkor van győzelem, ha a magyarok szavazatainak 85-90%-át megszerezték. Az 50% politikai halál, a 60%, de még a kétharmad, mondom nagy tisztelettel, nem elegendő a sikerhez, nem elegendő a győzelemhez. Nekünk kötelezően így kell szemlélnünk a sikert, és azért kell dolgoznunk, hogy a közösségünket ne hagyjuk politikai eszköz nélkül. Ez nem csak egy politikai feladat, hanem morális kötelességünk is. A jövő év nem csak arról szól tehát, hogy hány képviselőnk lesz Brüsszelben, Bukarestben, vagy hány polgármesterünk Erdély szerte, nem csak négy esztendőről szól, hanem a következő évtizedről, a mi közös évtizedünkről. 2024 ezért arról az évtizedről szól, amely az átalakulások, a nagy átalakulások évtizede, és ennek a hatalmas átszerveződésnek, átrendeződésnek a magyarok nem lehetnek vesztesei. Ami korábban szél volt, az most már realitás. De mi nem arra szerződtünk, hogy nekünk megmondják Brüsszelből, hogy mi a helyes, hanem arra, hogy segítsenek bennünket, az őshonos kisebbségek ugyanazokat a jogokat élvezzék, keleten, mint nyugaton. Ma azt látjuk, hogy a régióban kettős mérce van. Kettős mérce van Magyarországgal szembe, kettős mérce van velünk, Romániában élő magyarokkal szemben is. Az egyik példát már említettem, az őshonos kisebbségek védelméről van szó, a másik a schengeni övezethez való csatlakozásról. Hiába teljesíted a feltételeket egy bő évtizede, mindig vannak olyanok, akik azt mondják, hogy még dolgoznod kell, hogy még nem vagy fölkészülve. Tehát nekünk a következő évben azt kell eldöntenünk, és abban kell segítenünk minden olyan gondolkodó és cselekvő embert, akit érdekel Európa jövője, hogy a házat megőrizzük, de a rosszul teljesítő személyzetet lecseréljük. Én bizakodó vagyok, két okát hadd említsem meg. Először is azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt években sokszor igazunk volt, vagy igazunk lett. Lehet, hogy a történelmi tapasztalat segített ebben, lehet, hogy a mi világszemléletünk, de lehet, hogy több tényező együttes hatása. Másodszor pedig megszületett egy olyan kárpát-medencei magyar integráció az elmúlt bő egy évtizedben, amely nem csak nemzeti érték, nem csak egy óriási kincs, de olyan példa is, amely megvilágítja a helyes utat. Igen, de még mindig úton vagyunk. Mozgásban, folyamatos kihívásokkal állunk szemben, győznünk kell, cselekednünk kell. Ezen az úton kell együtt haladnunk. Ez a mi közös sikerünk kulcsa. Magyarországnak és Magyarország határain kívülő magyar nemzeti közösségeknek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a kongresszusnak jó munkálatokat kívánok, hajrá magyarok! Nem ért véget a kongresszus, csak rendkívül sok programpont van. Most egy kicsit beszélgetünk Pindrok Tamással. Kelemen Hunor, az RMDS elnöke beszélt az imént, és nyilván sok érdekességet mondott, de ami megütötte egy picit a fülemet, hogy kettős mérce van a régióban, nem csak Magyarországgal szemben, hanem a magyar kisebbségekkel szemben is, és szinte ugyanazokat mondta el, mint amit itt Orbán Viktor el szokott mondani nyilatkozatokban, interjúkban, hogy valahogy a win-win pozíció sosem valósul meg, mindig csak tőlünk várnak bizonyos teljesítéseket, vissza soha nem kapunk, és érdekes volt végighallgatni ezt Kelemen Hunortól is. Igen, sajnos az Európai Unió, amikor csatlakoztunk ugye, vagy az előtte lévő években, az volt a magyar közgondolkodásban, hogyha csatlakozunk az Európai Unióhoz, akkor a magyar kisebbségek ügye is majd rendeződni fog, mert tehát az Európai Unió emberi jogok, kisebbségi jogok, hát ők ugye nagy jogászok, és az emberi jogokat nagyon fontosnak tartják, és majd rendeződni fognak ezek a dolgok. A többségi társadalommal szemben nem rendeződtek természetesen, mert Brüsszelt mindenféle kisebbségi jog érdekli, csak az őshonos kisebbségek jogai nem érdeklik. Tehát ez is azt bizonyítja, és szerintem a magyar történelem is azt bizonyítja, a rendszerváltás utáni magyar történelem, a határon túli magyaroknak a története is, hogy
csak is akkor oldódnak meg a dolgok, hogyha mi teszünk érte. És ez már szuverenitás ügy is. És ez egy nemzetpolitikai ügy, és a magyar kormány nagyon sokat tett a kisebbségben élő magyarokért. Az orosz-ukrán háború esetében Ukrajna támogatása, most ugye az uniós csatlakozási igényük nagyon hangsúlyos az Európai Parlamentben, Európai Bizottságban egyaránt, viszont az Ukrajnában élő például magyar kisebbségek ügye szóba se kerül. Egyáltalán nem kerül szóba. Ez is bizonyítja, hogy itt egy politikai döntési mechanizmusról van szó, hogy Ukrajnát már az Európai Bizottság elnöke megfelelőnek tartja a tagságra. Azt az Ukrajnát, amely jó, egy háborús helyzet van természetesen, tehát egy különleges helyzet, de nem tudjuk, hogy hányan laknak Ukrajnában, nem tudjuk az országhatárokat, hol húzódnak, és a kisebbségek jogaival úgy foglalkoznak. Ez egy nemzetállami építkezésben lévő ország 30 éve. Ugye a NATO-s csatlakozásnál mondtuk azt, és beszéltük azt, hogy egy háborúban álló országot fel sem lehet venni. Nem. Az Európai Unió miért nem gondol abba bele a vezető tisztségviselők, hogy egy háborúban álló ország, nyilván nem egyik percről a másikra történik meg egy uniós csatlakozás, de elkezdeni tárgyalni, az milyen következményekkel járhat jelen esetben? Igazából azt sem tudjuk, mint mondtam az előbb, hogy hány lakosa van Ukrajnának. Mert hogyha az Európai Unió tagságát elnyeri Ukrajna, akkor az Európai Parlamentbe például képviselőket kell küldenie, Európai Uniós választások ott is lennének. Csak hogy Európai Uniós Parlamentben, az Európai Parlamentben lakosság arányosan állapítják meg, hogy hány képviselőt kell küldeni. Nem tudjuk, hogy mekkora Ukrajna lakossága. Nem tudjuk az ország határét. Most akkor a frontvonalnál húzódik, vagy az elszakított, az általuk elszakított területeknek mondott Donbasszi térség is. Mivel háborús kérdéssel azon túl, hogy határvédelem. Igen, mi van például ezzel? Mi van? Az egész egy teljesen képlékeny dolog, és hogyha nincsen béke, akkor nem is lehet elkezdeni rendes tárgyalásokat, hiszen nem tudunk semmit, gazdaságilag sem tudjuk. Ukrajna mit ad bele a közösbe? Hát igen, inkább azt a közöst vennék el Magyarországtól is. Szóval most is. Kohéziós forrásokat. Egy az egyben elvennék a közép-európai, kelet-európai országoktól, mert hogy Ukrajnának kellene átcsoportosítani ezeket a pénzeket, mert Ukrajna területe, teljes területe annyira leszakadt gazdasági értelemben, hogy a támogatás minden pénzt elvinne, most is úgy látszik, hogy ezért zárolják a nekünk járó pénzeket, mert oda megy Ukrajnába, és nem a fejlesztésekre, tévedés ne essék, hanem közalkalmazottak fizetésére, orvosok fizetésére, pedagógusok fizetésére, az állam nem működik. Viszont Ukrajna. Amikor arról beszélnek, hogy Ukrajnát támogatni kell, elmondtad, hogy mire költik az anyagi forrásokat, amelyeket kapnak, arról, és akkor visszakanyarodok, nincs szó, hogy Kárpátalján megnőtt a népsűrűség, oda a belső bevándorlás miatt rengetegen mentek oda. Mi a helyzet az ottani szociális fenntartó vagy ágazattal, az oktatással, mi a helyzet az orvosi egészségügyi ellátással, mi a helyzet a lakóépületekkel, hogy férnek ott el úgy, hogy a belső bevándorlás közepén talán még nem is ért véget, rendkívül módon megnőtt Kárpátalján a lakosok száma. Így van, és azt is tegyük hozzá, hogy azok a magyarok, akiket kisebbségi jogaikban eltipornak, most már évek óta a nyelvtörvényre gondoljunk, a kisebbségi törvényre gondoljunk, azok a magyarok segítenek ezeknek az ukránoknak. Tehát a szolidaritás, az, hogy a magyarok hogy gondolkodnak a világról, Kárpátalján a legerősebben megmutatkozik. Hogy a magyarok úgy gondolkodnak, hogy akik bajba kerülnek, nagyon nagy bajba kerülnek, és a háború elől menekülnek, azokat segíteni kell minden áron. És az ukrán államtól nem segítséget kap ehhez Kárpátalja, hanem inkább az elnyomás. Ne szólalj meg magyarul. Az iskolákban leváltják a magyar igazgatókat, nem teszik lehetővé azt, hogy magyarul beszéljenek a gyerekek, magyarul tanuljanak a gyermekek. Most már állítólag, ugye az is egy terv, hogy tanórán kívül sem beszélhetnek egymással az magyarul. Orvossal sem. Meg az orvossal sem konzultálhat a magyar beteg, a magyar orvossal magyarul.
Elképesztő. Mi van az emberi jogokkal? Elképesztő, és az Európai Bizottság elnöke pedig azt mondja, hogy Ukrajna mindenben készen áll arra, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz. Magyarország biztos, hogy ilyen feltételek mellett, mert látjuk, hogy évek óta, már a háború előtt is Magyarország tárgyalásokba kezdett Ukrajnával, hogy ezt a nyelvtörvényt, meg a kisebbségi törvényt módosítsák. Nem hajlandók rá. Mert ugyanis ők egy nemzeti építkezésben vannak, mint mondtam, 30 éve, az ukrán nyelvet akarják erősíteni, és minden kisebbséget el akarnak nyomni, mi viszont nem hagyjuk, hogy a magyar kisebbséget elnyomják. Novák Katalin is járt Ukrajnában, Kárpátalján is több alkalommal. Szerinted az ottani megállapodás, mi szerint egy hatékonyabb kommunikációt, közvetlen kommunikációt építenek majd ki, ugye előtérbe került ott is a magyar kisebbségek, ugye mennyire tudja az ő személye előmozdítani? Szerintem nagyon fontos a köztársasági elnök szerepe, és az a tárgyalókészség, az a kommunikáció, amit ő folytat. Ugye Zelenszkij elnökkel is találkozott, de számos ukrán politikussal is találkozott, a Kárpátalján is, és Kijevben is, és egyébként ő ugyanazt mondja, mint a magyar kormányzat korábban is mondott. Tehát tárgyalni kell, és meg kell állapodni arról, hogy a magyar kisebbségi jogait ne csorbítsák. Tehát azok az emberi jogok, amik őket megilletik, azok megillethessék őket most is. Nem egy olyan nagy dolog, mert Szerbiában látjuk pontosan, a Vajdaságban, hogy megoldódtak ezek a problémák. Mert tudjuk, hogy a magyar-szerb és a szerb-magyar együttélés nem volt konfliktusmentes a 20. században, de mégis egy politikai törekvés volt ne a megegyezésre. Ne haragudj, hogy ismét beléd folytam a szót, de kapcsolunk a Fidesz kongresszusra, hiszen Kövér László beszél most a színpadon. Mert hiszen egy kongresszus erre is szolgál, számvetésre, a legutóbbi összegyülekezésünk óta eltelt időben történtekkel. 2010-es kormányra kerülésünk óta ez a 7. kongresszus, és a kétharmados többséggel való kormányzásunk 14. évét tapossuk. Vajon történhet-e bármi, ami még nem történt meg velünk korábban? Boldogult ifjúkoromban, amikor még nem volt szólásszabadság, de nem volt politikailag korrekt magáncenzúra sem, tehát az emberiség elhűlési folyamatának még egy korábbi stádiumában lehetett például bolondos vicceket is mesélni. Például ezt. A bolondok házában az ápoltak, hogy elüssék az időt, rendszeresen vicceket mesélnek egymásnak, de már a végére jutván annyiszor elmesélték ezeket a vicceket, hogy már tulajdonképpen ezt is unják, kitalálták hát, hogy sorszámozzák a vicceket, és így gyorsabban tudnak viccet mesélni. Egy ilyen alkalommal az egyik ápolt mondja, hogy 6. Mindenki dől a nevetéstől. Másik rákontráz, 18. Mindenki hanyat vágja magát a nevetéstől. 29. mondja a harmadik, a térdüket csapkodják. A negyedik azt mondja, hogy 9. Fagyos néma csönd. Mondom, 9. Jó, értettük. Hát egy ilyen jó viccet ilyen pocsékul elmesélni. Ha Bayer Zsocának, akkor valaki megvette volna ajándékba az 1000 vicc a javából című kis gyűjteményt, ahonnan ezt én is vettem, akkor már régen csak sorszámokat mondana egy-egy vaskosabb szitkozódás helyett, hogy ne kelljen annyi sipolást hallgatni a műsoraiban. Nos, azt hiszem, nincs olyan, amit még nem mondtunk el egymásnak az elmúlt 14, vagy pláne az elmúlt 35 év alatt. Ezért aztán tegnap éjjel, amikor a mai napra gondoltam, az is megfordult a fejembe, hogy mi lenne, ha 5 percig csak együtt hallgatnánk a csendet. Vagy énekelnénk egyet, mondjuk egy jó P-mobil nótát. Nem fogom elkezdeni. De aztán otthon valaki rám szólt, hogy a kongresszus nem erre való. Ha nem, hát nem. Nézzük akkor, mi történt és mi nem történt az elmúlt 2 évben. Kitört az orosz-ukrán háború. Azóta az Európai Unió bevezetett, ha bírom a számolást, 11 orosz ellenes szankciós csomagot, amelyek hatására az orosz gazdaság ugyan nem rendült meg, az európai viszont igen.
De legalább a háború sem ért véget, aminek a fegyveri és olajbizniszben érdekeltek nagyon örülnek. Megalakult az 5. Orbán kormány, a liberális demokrácia lenyűgöző tisztaságú példáját szolgáltató, ugyanakkor végtelenül türelmes és önzetlen szövetségeseink egyelőre válaszképpen megelégedtek egy Andropov imitátor nagykövetként való ideküldésével, pedig ahogy Charles Gáti révén már 2012-ben megüzenték, mint Majdan, akarom mondani, bocsánat, Hajdan, Lenin elvtárs, akár közénk is lövethetett volna. Igaz, most eléggé lefoglalja őket az ukránok vágóhidra terelése és a világ újból lágerekbe szervezése. Az Európai Parlament megtartotta az N+1-edik, a magyarországi jogállamot és demokráciát temető virtuális autódaféval egybekötött szertartását. A brüsszeli föderalisták megpróbálják az országból kiszervezni a független igazságszolgáltatást, átadni a kormányzás ellenőrzését mindenféle ügynökszervezeteknek, és eközben brüsszeli utonállók még a pénzünket is el akarják rabolni. Továbbra sem sikerült sem Törökországot, sem egyetlen nyugat-balkáni csatlakozásra váró országot felvenni a tagállamok sorába. Milliószám özönlenek be a menekültnek álcázott hódítók Európa határaim. Eközben pedig az Európai Unió 2 évvel közelebb került saját maga felszámolásához. Véget ért egy aranykorszak, Magyarország utóbbi bő évszázadának legtovább tartó, a legtöbbeknek a legtöbb gyarapodást hozó korszaka. Helyét az infláció és a gazdasági jövedelmi szűkülés elleni küzdelem vett át. Ugyanakkor továbbra is nő a foglalkoztatottság, és nőnek a beruházások, ami reményt ad arra, hogy hamarosan egy új, felfelé ívelő időszak veheti kezdetét. Eltemettük jó néhány harcostársunkat és barátunkat. Tegnap Túri Kovács Bél bátyánkat, az országgyűlés korelnökét. És bizonyára többetek valakiket a szeretteitek közül is. De születtek gyermekek, unokák. Viktornak és Anikónak például a 6., Isten éltesse őket. Nem lettünk fiatalabbak, de talán boldogabbak, igen. Még az sem kizárt, hogy egy kicsit bölcsebbek is. A Gyurcsány vezette ellenzékünk, Jordan Petersonnal szólva a Káin nyomdokába járó Marx irigy tébolyodott szellemi örökösei, viszont nem lettek sem okosabbak, sem szebbek, gátlástalanabbak és aljasabbak annál inkább. Büszkén az arcunkba nevetve csörgetik a zsebükben a 30 ezüstöt. Ne bocsássunk meg nekik, mert tudják, mit cselekszenek. Dőltünkre tökmag jankók törnek, mondhatnánk Adival, ha nem tudnánk, hogy a sok senki gnóm nyavajástalmi csak 20. rangú statiszták abban a nagy játszmában, amelyben a nagy filantróp és a kicsi Alexis csak a nagy szétdobáló engedelmes eszközeként próbálja szellemi-lelki kényszer zubbonyba kötni az emberiséget. A tegnap kommunistáinak az egyik leggonoszabb módszere értelmiségi ellenfeleik megtörésére az volt, hogy meghatározott idejű börtönbüntetés helyett kiszámolhatatlan időre elmegyógyintézetbe zárták őket. Mai utódaik Brüsszelben és a tengeren túlon ellenben, Kínában már csak a 10 év katasztrófaként emlegetett kulturális forradalom módszereivel az egész világból tébolydát akarnak csinálni, melynek virtuális falai napról napra magasabbak körülöttünk. Aggodalomra tehát van okunk, csüggedésre azonban nincs. Miért? Nos, kevesen tudják, hogy Magyarország adta a világ leghíresebb szabaduló művészét, Harry Houdinit, azaz polgári nevén Weiss Eriket, aki 1874-ben Budapesten a mai Csengeri utcában született. A mi Erikünket 9 alkalommal választotta meg elnökének az Amerikai Szabaduló Művészek Társasága, mert hogy ilyen is létezett. Feljegyezték róla egyebek között, hogy 1903-ban a moszkvai Butyrkaja börtönben bemutatott számában egy vasúti kocsiban kialakított hermetikusan lezárt fogdából 25 fokos dermesztő hidegben úgy szabadult ki 28 perc alatt a börtönőrök legnagyobb elképedésére,
hogy a meghívói azonnal meghosszabbították egy hónapról négy hónapra derékerkünk oroszországi turnéját. Szerencséje ez még a bolsevikok előtt volt. Jó tehát, ha mindenki tudja, aki szórakozni akar velünk, hogy ez nem a Soros Gyuri bácsik és Alexek országa. Ez a Vejszerikek. Ez a Vejszerikek országa, a Nobel-díjasok, Rubik Ernők és a Marslakók, Petőfi és Madács, a Puskásöcsik és az olimpiai bajnokok szülőföldje, az Árpádházi szentek, Hunyadi János és Hadik András, a Kurucok, a Nemecsek Ernők és Dugovics Tituszok, a Horváth Jánosok, Wittner Máriák és a Pesti srácok hazája. Ez a mi országunk, és meg is fogjuk tartani az unokáink és dédunokáink számára. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Tisztelt kongresszus, a következő hozzászólónk a polgári körökből jött hozzánk. A 2002-es választásokat követően nem voltunk valami rózsás hangulatba. A választáson igaz, hogy csak szűken, de akkor is vereséget szenvedtünk, és kellett valaki, aki összeráz bennünket, és szervezettebbé tesz mindnyájunkat. Elnökünk kérésére ezt a feladatot elvállalta, és egy olyan módszerről győzött meg bennünket, amely később számunkra is bebizonyosodott, hogy közösségünk nagy ereje és fegyvere lett, mégpedig a mozgósítás. Igaz, hogy ez nagyon melós számunkra, de a mögöttünk hagyott évek bebizonyították, hogy meghozza az eredményét. Kérem, fogadják szeretettel a színpadon pártunk ügyvezető alelnökét, Kubatov Gábort. Köszönöm szépen a Karcsinak a megtisztelő szavakat. 20 éve csatlakoztam a Fideszhez, és nagyon köszönöm, hogy befogadtak, meg azt is, hogy elviselnek. Most beszélem elején idézni fogok valakitől szó szerint. Teljesen világos volt, hogy amit mondtunk, az nem igaz. És közben egyébként nem csináltunk semmit 4 évig. Semmit, mondta Karácsony Feri. Bocsánat, Gyurcsány Geri. Na jó, jó, szóval nem a Karácsony mondta, de valójában ő is mondhatta volna, mert Geri és a Feri régóta pajtikák. Jobban voltak már akkor, amikor Feri miniszterelnök volt. Ugyanis Geri neki dolgozott a miniszterelnöki hivatalban politikai tanácsadóként, és a cégén keresztül zsíros megbízásokat kapott. Sok mindenben hasonlítanak, mindkettő magas és vékony, de talán ez érdektelen. Leginkább mindkettő alkalmatlan. Ugyanis ma végig sétálni Budapest koszos, hajléktalanokkal teli utcáin rossz. Éppen úgy minden a káosz irányába tart, mint annó Gyurcsányék ténykedése alatt. Tudják, ahogy a Feri mondta az összödi beszédben, lehet teszetoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljön az igazság pillanata. Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amit nektek nyilvánvalóan nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük. Nincs tovább, nincsen. Itt az idézet vége. De úgy néz ki, hogy a fővárosban sincsen tovább. Kis Ambrus főpolgármester helyettes szerint, aki nem mellesleg Gyurcsány egyik miniszterelnökének a kabinetfőnöke volt, a főváros számláján mínusz 1,1 milliárd van. Még egyszer, mínusz 1,1 milliárd van. És Budapest hitelekből működik. A kiszivárgott dokumentumok szerint még az idén csöndbe megy a város. Mindezt úgy, hogy Budapest országunk leggazdagabb városa,
és amikor Tarlós István Budapest egyik legjobb főpolgármestere átadta a város kulcsait, a város tartalékai megközelítették a 200 milliárd forintot, az intézmények megtakarításai meghaladták a 7 milliárd forintot. Úgy van csődben Budapest, hogy 2019 óta a város bevételei folyamatosan nőnek. Ez manapság évente 130 milliárd forinttal több, mint 2019-ben volt. Szóval telik kasszából, növekvő adóbevételekből és támogatásokból sikerült romba dönteni a költségvetést. Úgy, ahogy a nagy előd és példakép, Geri titkos főnöke, Feri csinálta a hazánkkal. Geri és Feri a nagy páros. És persze a trükkök százai. Most épp a BKK-nál, most oda tolták ki az adósságot. Az ötletgazda, a Dracskovics Tibor, tudják a Drazsé, aki most éppen a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának elnöke, és nem mellesleg a Gyurcsány kormány egykori minisztere volt. A cég gigaadóssággal küzd, de a vállalat vezérigazgatója 10 millió forintot, helyettese mindössze 8,6 millió forintot kapott. Egyes számítások szerint a közlekedési cégek vezetőinek a csőd ellenére összesen 65 millió forintos jutalmat adtak az idei évben. Szóval Feri embere megoldotta, Geri fiú aláírta, slussz passz, semmi extra, csak a szokásos Feri és Geri. Közben persze megy a nyavalgás, hogy nincs pénz. De jutalmakra azért van. Kapott pénzt Gyurcsány döntése alapján nagy kedvencem Márta Imre, fővárosi közművezér, aki a Gyurcsány időszakban MVM vezér volt, aki, ha jók az értesüléseim, már nem az első ingatlanját veszi a napfényes Floridában, 2 millió forintos Breitling órát visel, és aki egy marokkói luxusszállodából jelentkezett be, ahol egyetlen éjszaka 1,6 millió forintba kerül. Autóban is kedveli a luxus, szabad idejében állítólag egy 100 millió forintos Bentley-vel járkál, és több mint 2000 négyzetméteres, minimum 2 milliárd forintot érő úszómedencés vábhegyi villában él, és ez a legfontosabb, aki saját klippet forgat önmagáról, ahol zongorázik és énekel. Érdemes megnézni, Madre Mia a legborzalmasabb élmény. És jutott pénz körülbelül 10 millió forint Tordai Csabának is, aki Feri államtitkára volt, és most Geri főtanácsadója, és aki komoly szerepet játszik Karácsony kampányfinanszírozási botrányában. Nála a napokban tartottak házkutatást. Talán emlékeznek arra, hogy az előválasztási kampányban, ami kb. 500 millió forintba került Gerinek, és amit mikroadományokból finanszíroztak. Aztán kiderült, hogy a mikroadományok azok dollár és font kötegek voltak, olyan pénzkötegek, amiknek a bankjegyei sorszáma egymást követték. Szóval az ő adományozóik zsebükben euró és font kötegekkel járkáltak, hopp, megláttak egy gyűjtőládát, és ebbe a gyújtóurnába azt gondolták, hogy akkor valahogy be lehet piszkálni, pöckölni, tuszkolni, életszerű. Ja nem. És persze jutott pénz egy egykori havernak is, Jávor Beredeknek is, akinek brüsszeli irodája van, és amely nem kerül többe évente 220 millió forintnál, ez a Tarlós idején 32 millió forint volt. De kétségtelen, sok minden épült, mondjuk nem éppen Budapesten, nekünk a dugók jutnak, és az értelmetlen útfelfestések. Azt is mondhatnánk, hogy Geri nyilaitól ments meg urunk minket. Persze a főváros is megépítette a kormány pénzéből a Lánchidat, ami végre egy jelentéktelen 5 milliárd forinttal került csak többe, és továbbra is zárva van az autósok előtt, ami újabb dugókat idéz elő. És a főváros megépítette a kormány pénzéből a csupa beton Blaha Lujza teret, aminek a legfőbb látványossága a nyilvános WC. Akkor a látványosság, hogy Geri még szelfit is készített vele, ekkor a külvárosi haverjaim el is nevezték Budi Bárónak a főpolgármestert. De
Azóta drogozók és prostituáltak tanyája, mármint a WC. Szóval a recept ismert, Geri olyan, mint Feri. Feri tönkretette az országot, és utána eladott mindent, repteret, morrészvénycsomagot, mindent, ami le volt betonozva, és azt is, ami nem. Geri elherdálta a forváros minden tartalékát, és most el akarja adni a városházát. Geri és Feri, egyelőre ez jutott, de már csak 204 nap van, hogy véget tudjunk vetni ennek a rémálomnak. Végezetül az ünnepek előtt, így advent közelettével egy dologban egészen biztosak lehetünk. Nincs karácsony Gyurcsány nélkül. Jó tanácskozást kívánok! Kedves barátaim, úgy tartják, hogy az ember lelke könnyen megismerhető abból, hogy milyen zenét hallgat. Én például az autóban mindig Dankó rádiót hallgatok, és én úgy tudom, hogy a következő felszólaló irodájában is mindig a Dankó rádió szól. És hát a következő politikus egy olyan harcostársunk, akinek a beszédeit a parlamentben még az ellenzék is nagyon várja, hiszen azért várják, hogy jókat nevessenek saját magukon. Fogadják nagy szeretettel a fiatal Mikszáth Kálmánt, Kocsis Mátét. Kábor utalt rá, de nem fejtette ki teljesen, ugye technikai információt kell önöknek megosztanom. Most a hátul a szavazó ládák mellett helyeztük el azokat az adománygyűjtő ládikákat, amelyekbe a főpolgármester úr tevékenységéért végletekig rajongó polgártársaink elhelyezhetik a gondosan összekuporgatott angol fontjaikat, dollárjaikat és euróikat. Egy a fontos, hogy mikroadománynak tűnjön, tehát kizárólag kötegelt, frissen nyomtatott és sorszámozott bankókat helyezzenek, vagy legyenek kedvesek leadni. Ha Soros Dagobert bácsi a szívét, lelkét, pénzét kiteszi a baloldalért, akkor ez az önöknek is legyen. Önöknek is legyen ez a feladata. Tisztelt küldöttek, a felszólalásom érdemi részére rátérve, az első szó a gratulációé, mert az előző kongresszus óta lezajlott egy országgyűlési választás, melyen az ellenfeleinket, Gyurcsány pártjának összes tagozatát egyben, élükön egy megszállott politikai természetgyógyásszal, úgy elvertük, mint jég a határt. Gratulálok mindenkinek a szép eredményhez. Ugyanakkor a munkára rátérve az írásbeli beszámolómat szeretném szóban kiegészíteni, megtettem írásban, de szóban szeretném kiegészíteni, mert vannak dolgok, amelyeket nem mertem leírni, csak inkább így szűk körben, zárt körben osztanám meg önökkel. Mit csinál az ellenfelünk? Ugye a parlamenti frakció munkáról való beszámoló megköveteli az erre adott választ is. Tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy az árnyék kormány kezdeményezésére megalakult az országgyűlésben a mesterséges intelligencia munkacsoport. Nyilván vele született híján alakult ez meg. Kinek mit intézett a kormánya, ugye? De ugye, vegyük ezt komolyan, fontos dolog ez, mert a momentumos politikusok felszólalásait már egy ilyen program írja, és talán jobb is így mindenkinek. De ha már őket említettem, azt találták mondani nemrég, hogy a Dohány utcai zsinagógában ezentúl szentmiséket is tartanak, illetve a napelemes atomerőművek atyamestere, Fekete Győr úr kiszámolta, hogy a 2032-es olimpia 2030-ban lesz. Azok is ők voltak, akik idén hetekig birkóztak egy építési kerítéssel. Nagy segítség volt ez minden magyar családnak. Tudniuk kell azt is, hogy a Párbeszéd nevű párt nagyon nehéz időket él, az amerikai baloldal el van most foglalva a háborúval, nem tudnak velük elég időt tölteni, ráadásul a szavazóik száma is, még a saját felméréseik alapján is elérte a nullát.
Úgyhogy most itthon új gazdatestet keresnek a választásokra. Jelenleg zöldnek hívják magukat, a főpolgármesterük annyi méhlegelőt hozott létre, hogy saját márkás mézzel is előrukkolhatna. De van egy kis zavar, mert a többiek viszont nem a fákat szeretik, hanem az antifákat. No de, vajon mi újság a baloldal csődör pártjával, vagy a DK-val, a többiek talán nem is érdekese. Gyurcsány Ferenc emberei folytatták a főváros kirámolását, megbüfisztették a baloldali kispártokat, mindent megtettek Brüsszelben a hazájuk ellen, majd nem vicc, valahogy kiszámolták, hogy a Gyurcsány házaspárt családi vállalkozásaként működő párt 2026-ban 55%-ot fog kapni. Talán arra gondolhattak, hogy a külföldről kapott pénzből. Tisztelt kongresszus! Tettek ezek azonban olyat is, ami nem vicces, hanem veszélyes. Igen, ők megcsinálták azt, amit 1990 óta senki. Külföldi milliárdosok pénzéből akartak itthon kormányra kerülni. Tagadták, amíg lehetett, aztán csak kiderültek a dollármilliók, a nem létező ládikák, az okirathamisítások, a trükkök és a zűrös utalások. Megjegyzem, ha a baloldal új gyakorlatát vennénk figyelembe, akkor a szavazó helyiségeket célszerűbb lenne egyenesen bankfiókokban, pénzváltóknál vagy ATM-ek mellett kialakítanunk. De visszatérve az ügy komolyságára, egy dolgot máig nem tudunk. Mit ígértek a dollárokért cserébe? Egy dolgot azonban biztosan tudunk, mert látjuk, a magyar érdekeket rendre figyelmen kívül hagyják, a külföldi megrendeléseket rendre teljesítik a belpolitikában. Na ők tényleg úgy táncolnak, ahogy az Soros és a brüsszeli elit elvárja, ahogy ők fütyülnek. Mi viszont nem fogunk, sőt, meg fogjuk védeni hazánk szuverenitását, fel fogunk lépni minden külföldi befolyásszerzési kísérlettel szemben, ezért a vonatkozó törvényeket is módosítani fogjuk. Alaptörvényi garanciát kap Magyarország szuverenitásának védelme, a választáson induló valamennyi szervezetre ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, nem lesz módja a baloldalnak választási trükközésre, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatja majd a büntető törvénykönyv, ha valaki külföldről fogad el pénzt a kampányához. A tét ugyanis Magyarország szuverenitása, ami nem vicc és nem játék. Tisztelt kongresszus, a frakció vezetőjeként és 2 gyermek apjaként is azt tekintem kötelességemnek, hogy erősebb, védettebb és jobb országot hagyjunk magunk után, mint amilyet kaptunk. Ezért dolgozunk a parlamentben, mert ezt kell tenni. És ha közölünk, mindenki úgy tösz, ahogy tönni köl, akkor minden úgy lesz, ahogy lönni kell. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.